Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel üdvözlök minden kedves kis hallgatót, illetve gyermeket, kis testvért, mindenkit, akivel együtt ülünk most itt, Isten igéje mellett, olvasva a Bibliát. Salamon királyról fogunk beszélgetni. Salamon király, tudjátok, az egy nagyon okos király volt. Olyan bölcs volt, hogy nem is találtatott nála bölcsebb király a történelembe. Salamon király fiatalon került uralkodásra, az édesapja Dávid volt, és az édesapja halála után őt jelölte meg Dávid király utódjául. Salamon pedig nagyon szerette az urat. És amire az édesapja megtanította, hogy Isten a legelső, a legfontosabb, ő az be is tartotta, és áldozatokat mutatott be az Úrnak. Képzeljétek el, egy hatalmas nagy oltáron több mint 1000 barmot, állatot öletett le, és áldozta oda az Úrnak. Hála áldozatul, égő áldozatul. Nagyon nagy nap volt ez, amikor őt királlyá koronáztak, és ő hála áldozatot mutatott be az Úrnak. Hálás volt az Úrnak, és tudjátok, hogy azt a rengeteg sok húst aztán szétosztotta a nép között, az emberek között. Térden állva imádkozott, bár király volt, de Isten előtt meghajolt nagy alázattal, és tudta, hogy Istentől kapta a királyi hatalmat, és nagyon szeretett volna Isten szerint uralkodni, hogy minden úgy történjen, ahogy az Úr akarta. Ezután, a nagy nap után, az áldozat után nyugovóra tért a király, gyönyörű szép hálószobája volt, egy hatalmas nagy ágya, mindenféle díszítéssel, nagyon szép ágynemű volt, takarója, párnája, úgyhogy nagyon kényelmesen el tudott aludni. Fáradt is volt, sok ember volt ott, amikor őt királlyá avatták, nagy nap volt, elfáradt, és elaludt. És horkolászott is, és egyszer csak az álmába megszólította őt az Úr, és azt mondta neki: Salamon, kérj, amit csak akarsz, mi a kívánságod, és én megadom azt neked. Ezt az 5. versben olvassuk, itt az Királyok első könyve, 3. rész, 5. versében. Salamon pedig felébredt, felült az ágyába, az ég felé emelte az arcát, és nagyon figyelt. Hát az Úr szólt hozzá. Hát mit is kérjen ő Istentől? És akkor Salamon azt mondta az Úrnak, nagyon megdöbbent volt, összetette a kezét, leszállt az ágyáról, földig hajolva imádkozott. Azt mondta: Uram, ha kérhetek tőle, akkor adj nekem értelmes szívet, hogy tudjam ítélni a te népedet, és hogy a jó és rossz között tudjak több különbséget tenni. A 9. versben olvashatjuk. És nagyon vágyott arra Salamon, hogy ő jól tudjon uralkodni, az embereknek ne okozzon fájdalmat, ne okozzon vesztességet, és legfőképpen, hogy igaz ítélettel ítéljen,
úgy, ahogy az Úr is ítélne, hogy véletlenül se fogja rá a bűnösre, hogy ártatlan, és az igazra ne fogja rá azt, hogy ő bűnös. Nagyon úgy érezte, hogy ez hatalmas felelősség, hogy jól tudja megítélni a dolgokat. Vajon ti a barátaitok között igazságosan tudtok véleményt alkotni? Aki igaz, arra nem fogjátok rá, hogy bűnös, vagy szoktatok csúfolódni? Salamon nagyon nagy felelősséget érzett, és úgy gondolta, ezt kéri az Úrtól, a tiszta szívet. Ha az ember tiszta szívű, akkor tud szeretni. Az embernek tiszta a szíve, és nem mocskolódik be kárörömmel, a hazugságokkal, a bűnökkel, akkor jól tudja megítélni a dolgokat, és tud szeretni. És tudja szeretni az embereket, és mindenkit egyformán tud szeretni. Ez nagy ajándéka az Úrnak. Te szíved milyen? Vajon mindnyájunknak van tiszta szíve? Az Úr Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy az ember szívét tisztára mossa az ő áldozata, az ő vére által. Én is kértem az Úr Jézust, hogy mossa tisztára az én bűnös szívemet, hogy abba ő lakozhasson, mert akkor biztosan jól fogom tudni a másokról alkotott véleményemet és ítéletemet, jól tudom meghozni. És Salamon, amikor fölkelt a térdeiről, akkor tudta, hogy őt Isten meghallgatta. Nagyon nagy boldogság töltötte be a szívét, mert aki kér az Úrtól, az kap. És ő ezt tudta, hogy amit Isten megígért, hogy ő kérhet, hogy ő jó dolgot kért az Úrtól, és azt az Úr meg is adja. Kicsi katica bogár, gyere itt az ujjam vége, már szerá és most már végre, ülj nyugodtan, kis bogár. Figyelj csak, mert kérdezlek, honnan van a kicsi lábad, érző csápot, pettyes hátad, ki alkotott tégedet? Téged Isten teremtett. Mondj hát ezért néki hála, de te nem tudsz ezért így hát, én teszem meg helyetted. Aztán pedig elkezdődött Salamonnak a hétköznapi élete, és itt nagyon láthatjuk a Bibliából, hogy milyen is volt a király élete. Igazságot kellett tenni az emberek között. Két feslett asszony, rossz életű asszony jött a Salamonhoz, és megálltak Salamon előtt, azt mondták, szolgáltas nekünk igazságot. Az egyik asszony kezébe egy kis baba volt, pár napja született, és az egyik asszony is rajta tartotta a kezét, a másik pedig szorosan adta. Add ide, az az enyém, mondta az asszony, nem adom a babát, mert az az én gyerekem, nem igaz, a te gyereked meghalt, mert ráfeküdtél éjszaka, és elvetted az enyémet, én egy szobába voltam veled, mert nekem is született egy kisbabám, és elloptad az én kisbabámat. Te vagy a hazug, a csaló, a lopó, add vissza a gyerekemet. És ott veszekedtek, tépték egymás ruháját, még a másik hajába is belekapaszkodott. És ez a
kis pólyás baba pedig üvöltött, ahogy a torkán kifért, mert nem tudta elviselni azt a hangos, üvöltöző, szeretetlen légkört, ami őt körülvette. Ugye milyen rossz, amikor ordibálnak körülöttünk? Különösen akkor, amikor a hozzánk tartozói kiabálnak, veszekednek, akkor legszívesebben elbújnánk. Jaj, én se szeretem a veszekedést, nem szeretem a hangoskodást. Az igazságtalan rágalmazás mindig nagyon fölzaklat. A király pedig ott ült a trónján, hatalmas nagy trónja volt, gyönyörű szép, aranyszínű, és csak hallgatta ennek a két asszonynak a veszekedését. Közben pedig imádkozott, hogy Uram, adj bölcsességet, hát hogyan tudnék én igazságot tenni e között a két veszekedő, rágalmazó, indulatoktól, dühtől teli asszony, két asszony között. És akkor a király egyszer csak azt mondja a szolgáinak, hozzátok elő a kardot, egy jó éles kardot hozzatok elő, de jöjjön a hóhér is vele együtt. A szolgák futottak, a király parancsa, az nagyon fontos volt a számukra, siettek, és egy hatalmas kardot hoztak elő, és a hóhér kezébe volt a kard. Föl is mutatta, itt van király a kard! És a szolga pedig kivette a kisbabát az asszony karjából, mert olyan nagy batália volt, hogy a gyerek nem tudott megnyugodni. A király pedig felállt a trónjáról, és azt mondta a hóhérnak, vágjátok ketté ezt a gyereket! Hát olyan kegyetlennek tűnt, amit a király mondott. Mindenki elcsendesült. Az ott lévő emberek, akik mindig jöttek, hogy meghallgassák, hogy igazságos-e a királyuk ítélete, még a lélegzetüket is visszatartották. Hát ilyen kegyetlenséget, ezt az ártatlan kis babát, csecsemőt akarja a király ketté vágatni. És akkor az egyik asszony nagyon megrettent, amikor hallott, hogy a király azt mondta, hogy vágjátok ketté a gyereket, felét adjátok az egyik asszonynak, felét a másiknak, ez a legigazságosabb, és akkor majd csend lesz, és mindenkinek lesz egy fél megholt gyereke. Az egyik asszony abba hagyta a veszekedést, és nagyon megrettent, és odaborult, király lábai elé oda esett, és elkezdett esedezni, és kérni a királyt. Király, ne ölesd meg a gyermeket. Én lemondok erről a gyerekről. Add oda a másik asszonynak, legyen övé, sosem fogok veszekedni érte. Elfogadom, csak éljen a gyerek, és ne öld meg. És akkor a király meghallotta az asszony esedezését, meghallgatta a kérését, fölállt a trónjáról, és azt mondta, adjátok oda a gyermeket ennek az asszonynak, akit esedezik és könyörög, hogy ne öljük meg a gyereket, mert ez az anyja. A szolga a kezéből odaadta ennek az asszonynak a gyermeket. Mindenki nagyon megdöbbent az ítéleten, és mindenki érezte, hogy ez egy igazságos ítélet, mert az az anyja, aki szereti a gyermekét,
és nem engedi, hogy megöljék. A másik asszony azt mondta, de király, vágass ketté, úgy ez igazságos. Hát mert akinek nem volt a gyermeke, az kegyetlen volt. Annak nem fájt, hogy a gyerek meghal. Neki mindegy volt, mert nem az övé volt. Ugye milyen csúnya tud lenni az ember, milyen önző is tud lenni. A király pedig igazságos ítéletet hozott, és mindenki kiáltotta, éljen a király, éljen Izrael királya, éljen Salamon király, dicsőség az örökkévaló Istennek, aki ilyen bölcsességet adott a királynak. És az emberek hálálkodtak Istennek az igazságos királyért, mert mindenki a szívébe érezte azt, hogy ez Isten bölcsessége. Salamon király minden ítéletébe ott volt Isten bölcsessége, mert ő ajándékba kapta azt Istentől. Tudjátok, sokszor azt gondolja az ember, hogy nem túl bölcs, nem túl okos, egy-egy nagyon nehéz helyzetben, egy ilyen veszekedős helyzetben. De Jakab apostol azt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, hittel, és az Úr megadja. Én is sokszor imádkozom a bölcsességért. Milyen jó, hogy mindnyájan kérhetjük az Úrtól, hogy adjon nekünk bölcsességet az élet dolgaiba, hogy adjon bölcsességet az iskolába, a tanulásba, adjon bölcsességet a számadáskor, és legfőképpen adjon bölcsességet, hogy le ne térjünk az ő útjáról, a keskeny útról.